A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara és a Mezőgazdasági Eszközök és Gépforgalmazók Országos Szövetsége idén is megrendezte az ország legnagyobb szabadtéri szántóföldi kiállítását. A Szántóföldi Napok és Agrárgépshow mezőfalva programjai között gépbemutatók, termesztéstechnikai újdonságok, a fenntartható gazdálkodás segítő megoldások bemutatása várja az érdeklődőket mezőfalván. A rendezvény útmutatást nyújt a gazdálkodóknak a fejlődést segítő döntések meghozatalában. Értéket szeretnénk teremteni, a technológiai forradalmat alkalmazását támogatni, és bizony a környezeti fenntartatósági feltételekhez való megfelelést ösztönözni és segíteni. Hiszen mi az ösztönzésben, és nem pedig a büntetésben hiszünk. Ezt az összes Európai Uniós tárgyalásainkon alapelvként képviseljük. A megnyitón Jakab István, a Magyar Gazdakörök és Gazdaszövetkezetek Szövetségének elnöke fantasztikus sikernek nevezte a rendezvényt nem csak hazai, hanem nemzetközi viszonylatban is. Annak érdekében merem ezt mondani, és azon az alapon, hogy tulajdonképpen itt a gazdák helyzetéhez igazodva, az emberek igényei szerint nem csak elméletben, hanem gyakorlatban is nem csak megtekinthetik, hanem be is mutatják azokat a folyamatokat, amik nélkül nem lehetek sikeresek. Hosszan lehetne beszélni arról, hogy milyen fantasztikus fejlődés következett be az elmúlt időszakban, hogy a precíziós technológiák mit jelentenek a számunkra, de fölösleges beszélni, hisz mindezt ma itt a gyakorlatban tekinthetik meg. A mezőfalvi szántóföldi napok és agrárgépshow csütörtökön 17 óráig várja az érdeklődőket.